kettő, egy, és gyerekek a vadászba! Ilyen volt a 2022-es világrekord kísérlet a Hegyvidéken, a Gesztenyés kertben felállított színpadon. A parkban is legalább ilyen sokan emelték a fejük fölé a csöpségeket, és az országban még 34 városban lettek óriások a kicsikből ugyanebben az időpontban. A színpadi sokadalom közepén emelte fel egy három gyermekes édesanyja egyik csemetéjét a Hegyvidék alpolgármestere. Én bevallom őszintén, egy kölcsönkapott babát emeltem föl, úgyhogy köszönöm is az anyukának, hogy kölcsön adta a gyerekét, mert az én gyerekeim már felnőttek, és bizony nem, hogy a magasban nem tudom fölemelni őket, hanem már egy kicsit se tudom fölemelni őket. Lassan-lassan már ők emelnek engem a magasba, úgyhogy itt esetleg a szülőt a magasba mozgalmat is el lehet egyébként indítani, ez csak egy kis zárójel. De bevallom őszintén, hogy azért a szívemben nap mint nap a magasba emelem őket, mert bár sok mindent elértem az életben, megmondom őszintén, a legbüszkébb arra vagyok, hogy ennek a két fantasztikus embernek az édesanyja vagyok, és hogy őket felnevelhettem. A gyermekemelő büszke szülők vagy a nagyszülők között bűvészek, művészek, zsonglőrök és politikusok is voltak. Kornung Ágnestől megtudtuk, számára mit is jelent a gyermekemelés. Az, hogy felemeljük a gyereket, az legalább két dolgot jelent. Ugye az, hogy magunk elé tartjuk, az azt jelenti, hogy ő nálunk is sokkal önmagunknál is fontosabb. A másik pedig, hogy felemeljük ezzel. A gravitáció ellenében ezzel azt mondjuk, hogy képesek vagyunk tenni minden nap azért, hogy neki szebb és boldogabb jövője legyen. A gyereket a magasba akció 5 éve indult a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom kezdeményezésére, és már a országos rendezvényén nőtte ki magát koncertekkel, játszósarkokkal, színes programokkal. Szerettünk volna egy olyan rendezvényt csinálni, ami így felszabadítja az embereket, szóval bemutatja, hogy a gyerekvállalással nem vége van az életnek, hanem akkor kezdődik, az mekkora öröm. A korábbi világrekordot nem csak tartani tudták a szervezők, hanem az előzetes becslések szerint fölé is mentek a korábbi 10.000-es rekordnak. Horváth Móni és kislánya másodszor csatlakozott a rekorder csapathoz, és mindenkit bíztat a gyermekvállalásra. Szerintem mindig nehéz volt gyereket vállalni, és egyszer azt kell mondani az embernek, hogyha szeretne gyereket, hogy most nem lesz megfelelő pillanat, nem lesz mindig minden készen, nem lehet rá szerintem 100%-osan felkészülni, és nem szabad a végletekig halogatni, hogyha az ember szeretne gyereket. A szakértők szerint a gyermektelen fiatalok jelentős részének azért nincs még babája, mert attól tart, hogy a szülés után izolálódik, és a korábbi szociális kapcsolatai teljesen átalakulnak. A Három Királyfi, Három Királylány mozgalom azért jött létre, mert a magyar fiatalok sokkal több gyereket szeretnének, mint amennyi megszületik, és hogy nem születnek meg, annak több oka van, de az egyik az, hogy nagyon félnek a fiatalok a szülői szereptől. Másik, hogy nincsenek összetartó közösségek, tehát a Három Királyfi egy közösségépítő és felszabadító vagy közvéleményformáló mozgalom. A Gesztenyés kertben megszervezett gyereket a magasba akció résztvevőit, az Alma Együttes, Tűzzsonglőrök és a Talent Stúdió művészei is szórakoztatták.